Az előző rész elején megosztottam élményeinket a nemzeti kaukázusi kréta köréről, de 2023-ban a grúz témájú rendezvényekre később is felkaptam a fejem. Így történt, hogy a Szuhisvili Tánc Együttes teltházas Margit szigeti előadásán is helyet foglaltunk májusban. Tátott szájjal néztük a grúz állami táncszínház művészeinek nagy sikerű fellépését a szabadtéri színpadon. Ide még időben szereztem jegyet, nem úgy, mint a három dalos madárka budai fellépésére. A trió Mandiliről egy nappal csúsztam le, pedig egy ideje követem őket a YouTube-on is. Grúz népdalok mellett, saját szerzeményeikkel és más népek zenéinek feldolgozásával tettek szert milliós követőtáborra világszerte. Két-két, hát természetesen választ te is áfonyát, és nézd meg a kaukázusi bringakör 17. részét, amiből te is megtudhatod, kicsoda Leván Szobrebáldze Tuzában. Vagy nem. Kargat! Kapuzárási pánik? Dehogy! Csak egy jót akartam bringázni. Augusztus 22. Hát a szokásos módon 6 óra körül ébredtem. De Louis hasonlóképpen. Tkibuli a köttől. Nem igazán látszik. Nem tudom, hova megyünk kajálni, ha nincs meg a város. Éjjel volt némi eső. Nem túl sok, mi nem ázunk el nagyon, nem vagyunk csulonvizesek, de lesz mit leszállítani. Úgyhogy várjuk, hogy majd a hegy mögül talán kibukkan a nap, de szerintem az túl későn lesz, mert azért ezek elég magas hegyek. Légmozgás az nincs, a pára száll, és az ég derült, de hát van időnk arra, hogy pakolás előtt leszálladjanak a cuccok. Ez sem lesz egy túl hosszú nap, viszont nagyon érdekes. A tegnapinál biztosan érdekesebb, de nem panaszkodom. Nem kell mindig élmények özönével gazdagodni. Tükör helyett kamera, rám férne egy borotválkozás. Zúdididen borotválkoztam utoljára, bezony. Az pedig egy hete volt. Lassan mindketten elkészülünk a pakolással. Amit látjátok, volt még itt sátorszárítás is, ahogy kibukkant a hegy mögül a napocska. Én nagyon örülök neki, mert azt hittem, hogy később jön. Körülbelül úgy hagyjuk itt a
sátor helyet, ahogy találtuk. Begerjesztettem a Garmint. Hát nem kell még nyomvonalat váltani, de nullázni fogom a kilométereket. Visszaállítás. Mondom, visszaállítás. Kilép. És aztán indulunk ki a főútra. It's a map and use it Tiburi. Nem tudom, mennyire lesz hagyomány a sátoros szunyálás, de ez most megint nem került egy fillérbe sem. Which way? Yes, 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 yes. Okay, but there was down too, but okay. Yes, yes, city is down there. Na, hát akkor kezdődjön megint a gurulás, vagyis folytatjuk ott, ahol este abba hagytuk. És talán most már Tiburiból is elszállt úgy a pára, hogy be lehet látni egy-egy lyukon. Mondjuk sokat nem vesztettünk, mert ronda lakótelepi házak kéktelenkedtek lenn a völgyben, amikor be lehetett látni. Egy ilyen szép helyre ilyen rondaságokat rakni. Kíváncsi leszek a belvárosra. Bár nincsenek illúzióim. Mondtam Louis-nak, hogy mostantól ő is magyar. A zászlón miatt. Vagy olasz, vagy mexikói. Vagy éppen libanoni. Look up. There. Electricity. Jól nézett ki, kár, hogy közben kanyarodtam az ellenkező irányba, de talán most, amikor megint egy hajtűkanyar következik. Igen, igen, igen. Jól látható a mészkő formáció. És hát ott jött lefelé az út. Mi az alatt gurultunk még tegnap este. Ez meg egy jó öreg kapcsolóház. Vasárnap van, és egyelőre a nagy cruise autós tömegnyomorból nem látni semmit, de persze a belvárosban ez egészen máshogy lesz szerintem, mint ahogy Zugdidiben is látható volt. Kutaisziről meg ne is beszéljünk. Na, vannak itt szép tradicionális épületek. Kár, hogy ilyen állapotban. Piszkosul széles és jó minőségű aszfalt. A város határától is befelé. Egy komoly rendőri épület ismét. Nagyon adnak rá, hogy kinézzen valahogy. És egyelőre kellemes meglepetés. It's a surprise. It's a big surprise for me. It's
getting better. I was waiting for nothing, but this is okay. Gamarjoba. Közlekedési lámpa. Na, azt is 1000 éve nem láttam. A spa. So, we are near the center. Okay, yeah, follow me. Egy kis csúnyasság az út közepén. Lassan meg kéne állni vásárolni, mert nagyon jó helyek vannak a kajálásra. Lehet, hogy a spárba vissza kéne menni? Ez itt egy pék volt. Úgy láttam, hogy bukkát is állnak. Beautiful, yes. I think too. Elkezdjük reggeli után az utunkat. Louis olyan különlegeset kaját, a grúz lepénykenyérbe beletett egy banánt. Így egy speciális hotdogot alkotott. Ilyet se láttam még. És akkor még hozzátette, hogy van fahéja is. A banán nagyon jó fahéjjal. Kibuli kiessége nem véletlen. Csak úgy, mint máshol a világban, így Magyarországon is, ez a városkép és szerkezet a bányavidékekre jellemző. 1846 óta volt egy ilyennek a központja a település, a szovjet időkben a csúcsponton 20 ezer lakos tartottak el szénbányái, melyek veszélyességük miatt váltak hírhetté. Az 1990-es évekre a zűrzavar, a pangás és a leépülés jellemezte, csak úgy, mint Grúziát. Aztán újraindultak 2008-ban, de 2018-ban átmenetileg szünet következett be egy szerencsétlenség miatt, ahol 16 ember veszett oda. Jelenleg csak 8562-en lakják Tibulit. Nem is kicsi város ez a Tibuli. Wow! Orosz rendszámmal. És szépül, épül. Hát helyenként szépül, helyenként nem. Kellemes 24 Celsius fokos hőmérsékletben karikázunk. Távra nem lesz egy durva nap, de látványosságokban kell, hogy bővelkedjen, és az érkezésünk helyesen akármi lesz. Szóval érdemes megnézni ezt a mai összefoglalót is. És nem vagyok egyedül. Túratársam van. Pár percnél tovább ez nem tartott ezen a túrán. De most úgy néz ki, hogy akár Tbilisiig is együtt mehetünk. Bizony! Utaiszi csak 30 kilométer. Gamarjoba! Gamarjoba! Hát ez valamit, nem tudom mit akar. 2017-ből szimbolizálni. Jobbra a
Kibuli víztározó, amit föntről a hágóról tegnap láttunk. 1237 méteres volt a hágó. Gamarjoba! Ebbe is elférne még pár köbméter vizecske. A szomorú kereszt. És akkor itt van egy kis panoráma is. Jaj, de helyes! I stop! És az a szép, hogy egyelőre lanka van, de majd jönnek az emelkedők. Hát ez a lovas kép, ez szerintem nagyon jól sikerült. Louis is megállt elkészíteni a saját felvételét róluk. Mint a kevesebb volna a Delica errefelé. Ma még egyet se láttam. Louis-n egy török ruha van, török mez, egy bringás fesztiválon kapta. És... I record you! Az van ráírva, hogy sírnak. El is magyaráztam neki, hogy magyarul ez mit jelent. Nekem nem kéne ilyen ruha. Meg szerintem nem is néz ki jól. Ez a mert is a frászhoz talán. Biztos csak köszönt. De olyan faszán előzött a záróvonalon túl, mondjuk ezen már nem kéne itt meglepődni. De tényleg frászt kaptam tőle. Azzal voltam elfoglalva, hogy tartsam a gépet. Megint valami hágon jöttünk át. Lehet, hogy ennek neve sincs. Most viszont nagyot gurulunk, de csak azért, hogy aztán a másik végén egész komoly szerpentines mászásba kezdjünk. És most már indokolt a többes szám. Vigyázik el a kövekkel, nem kéne összeszedni semmi kellemetlenséget a gumiknak. A kisodródásról nem is beszélve. Az őrült gurulásnak 200 méter alatt szakadt vége, és most már lehet mászni. Valószínű, hogy nem a legkényelmesebb utat terveztem én be erre a napra, mert előfordulhat, hogy a betonnak is vége lesz hamarosan, de minket, akik már megjárták Kucsbulit, ez nem fog akadályozni semmiben. Egy szálloda van erre is. Ne legyen igazam, de azt tippelem, hogy addig tart a burkolat. 3.35-re felmásztunk ám. Durván. Talán 2 kilométer se volt. Remélem nem vesztünk vele sokat, ugyanis aszfalton meg lehetett volna tenni körbe is. De talán nem. Mert hogy megyünk mindjárt aszfaltra, tehát nem fogy el az út, csak távolságra vágtunk egy kicsit, mintha kimaradunk az aszfalton. Átjöttünk Csáriba.
van mód megint egy kicsit az építészettel foglalkozni. Történt, hogy Louis nem kanyarodott be utánam. Egy letérésnél elment egyenesen, aztán nem tudom, hogy hova. Hát, majd csak összeszedjük egymást valahol. Vagy nem, akkor eddig tartott. Mert hogy itt jobbra van tervezve az útvonal. Sorry Louis. Nem akarom azzal folytatni a napot, hogy keressük egymást. Igazából láttam, hogy jön mögöttem, a tükörből néztem, miközben kameráztam. Aztán nem fordult be utána, eljött egyenesen, és el tudom képzelni, hogy aztán ledöngetett egészen a jobbra az aszfalton. És akkor most ez egy ilyen szakasz. Még összefuthatunk. Végül is az irányt és a célt ismeri. Hát, hogy az milyen útvonalra van nekem tervezve, azt nem tudja. Hoppá! Louis! Louis mögöttem! Jaj, de jó! Az lesz az első, hogy elérhetőséget cserélünk. Néha egy kicsit a szelíd táj is lehet gyönyörű. És ez az. Világ nagyon szép. Nature, what is nature? Nature is beautiful. What, in Hungarian nature? Nature? Természet. Természet? Természet. Természet. Egy enyhe túlzással az előbbi panoráma miatt a környéket nyugodtan hívhatjuk Rus Toszkánának. Sakartvelo. Ilyen és ehhez hasonló utakon jövünk. Most már sok kilométer óta, de hamarosan aszfaltot fogunk. Koppantam, mert főútnak főút, csak éppen nem aszfalt. Egy kicsit jobban be van szóra és le van döngölve. What did you find? You know what this is? In some cars on street. This is Yes? No. Sikerült betont fogni. Valameddig el leszünk rajta. Jó, hogy fölmásztunk. Itt a régi rendszám. És folyamatosan 11%-on emelünk. Most már kitettem, hogy megmérjem. Ez valami 11, 16. Fú.
Öcsém, de jó, hogy legalább beton van. Nem azon a szaron kell fölfelé menni. Kegyetlen. Tartósan. Hát, hágóra nem volt ilyen. Fölfelé. Tekerektem jobbra-balra. Ez volt egy grúzkakas bejelentkezése. Hú! Anyám! Igen, nagy jobba! Bizony, 15-16%. A mocsok. És akkor ráz, mint a fene. Gerebjével simogatták, mikor még nyers beton volt. Lejtőztünk egy jót utána, 11-12%-on. De hát nem lehetett neki engedni, mert ráz, mint a fene. Már sutka az út közepén. Mindegy, most biztos úgyis mászás következik. Aztán ki tudja, lehet, hogy a ház mögött megint kezdődik a beton. Csak itt nem csinálták meg még. De jó, innen aszfalton lehet megszakadni. Hát ez ma nem megy, tegnap sokkal jobb volt. Kb. Olyan 30 méter tartott a burkolat, és most egy ideje lehet mászni ezen a szaron. Kiforog a kerék, mert csak le vannak szorva a kövek. Lejöttem ide a szélére, ki kell kerülnem a bordalékot. 2-3 km órás sebességgel. Viszont Louis-nak nagyon megy. Én meg tegnap nagyon élveztem. Ez most nekem kínszenvedés, és nem csak a burkolat miatt. Egyébként se tetszik. Még jó, hogy viszonylag emberi távot húztam be mára Csiatúráig. És abból már 37 km megvan. 30 alatt a szél. Viszont még vagy 400 métert emelnünk kell összesen. Itt jobban járhatóvá vált ide fönn. És még árnyék is lesz, mert bizony 32 fok van. És itt tényleg ez a főút. Itt a busz megálló. A keresztnél. Szemből meg egy nagy teherautó fékeit lehet hallani, ahogy a szemközti lejtő jön lefelé. Hamarosan találkozunk. Tessék, egy kamaz. Ez eléggé a hulló környéki utakra hasonlít. Mi az, megérkeztem Zarzna felől. Szakartvelo. Volt egy fél órás pihenőnk, egyszerűen mind a kettőnek ömlött a szemébe az izzadság 40 Celsius fok fölötti hőmérsékletben. A következő faluban meg van egy meghívásunk, még nem tudom, hogy be fogjuk-e váltani. Legurulunk, aztán mikor elindulunk fölfelé, akkor valahol meg kéne kerezni egy
keresni egy Levánc valamit. Valami Bedze a vége a nevének. Felírtam, majd meglátjuk, hogy megkeressük-e. Borászata van, szerintem nem kéne még alkoholizálni. Ilyen időben jó lenne este inkább csiatúrában. Ha minden igaz, Nőúthoz mászunk. De hát ez is elég lehetetlennek tűnő próbálkozás itt. De tolni is nehéz ezen. Akkor inkább megpróbálom kitekerni. Mert járni is, meg még a bicajt is taszajgatni. Azt hiszem Louis is ezen a véleményen van. De már csak pár száz méter a jobb út. És hát nem tudom, hogy megkeresik-e a bácsit. Azon röhögtem, hogy a hölgy sem volt fiatalabb talán nálam. És azt mondja, hogy a nagypapájának van itt szőlészete, meg horászata. Látogassuk meg! Hát engedünk a kísértésnek és megkeressük Levánc Obrebrádze bácsit. Un aszfalt or not un aszfalt, ja? Gamer Joba! Levánc Obrebrádze! Gama Joba. What's your name? Levánc Obrebrádze. Где живёт? Спасибо. До свидания. Levánc Obrebrádze. Start with Levánc. Levánc Obrebrádze. He's coming for us. He is, but he's not at home. No. Come on, Juba. Uncle Levan! Uncle Levan! Levánc bácsi, még nincs meg a temető már, igen. Szerintem mi mindent megpróbáltunk. We tried everything. Nagyon kedves meghívást kaptunk. Még az, hogy nem a öreg bácsitól, hanem akitől megkérdeztük, hogy hol lakik a bácsi. Hello! Sakartvelo! Annyira fogadkoztam, hogy nem fogok inni egy csepp alkoholt sem. Hát udvariasságból megittem egy pohárral. Erre észre se vettem, és már újra töltötték. Ráadásul egy zavaros fehér bort kaptunk. Hát, hogy mondjam, még érhetett volna, nem tudom. De Louisnak hozni kellett 2 literrel belőle. Én mondtam, hogy én köszönöm, még cipeljem is. De nagyon kedvesek, barátságosak voltak, a sajt nagyon finom volt, az uborka nagyon finom volt. És Agrus himnusszal búcsúztunk tőlük. Ez meg az aszfaltút. Három. Még nem csillapodik a meleg. Hát lehet, hogy lesz egy kis kínlódásunk még csiatúráig. Úgy megtudtuk, hogy a új felvonó talán működik, de a régiek tényleg nem. De hát azok úgy is néztek ki. Már mindenki azon csodálkozott, hogy még lehet használni, lehet működtetni őket.
De nem tudjátok, hogy miről van szó, igaz? Na, ha ott leszek, meglátjátok. Azért vannak ilyen pontos információink, mert a minket meghívó gazda Chiatúrában lakik. Louis meg 2 liter borral leterhelve is sokkal jobban megy, mint én. De hogy ez a Louis milyen perfekt beszéli az oroszt, hihetetlen. Mondjuk örülök neki, mert nekem így nem kell akkor ez a 5-6 szavas szókincsemmel kifejezni magam. Mindent elintéz. Nyomja neki veszettül a Louis. Hey, brother Louis! You're so good. Can't you see? Brother Louis, Louis, Louis! Kilencszázalék. Akció! Nem szép az a bor, de legalább magok nem muszkáltak benne. Louis is the mountain king with cows. De legalább csendben vannak. Még 22 kilométer. 22 more kilométer. Nem is egyszerű, szerpentinen megyünk le. Azt a büdös. A francba megint megszivattak a kabócák. Azt hiszem, hogy csomagom beleér a kerékbe. Meglett az 1000-es szint. Még egy kicsit maradunk itt, aztán jobbra föl a hágóra. Újra. Ki kell mászni oda, arra a várra. Lassan kimásszuk a hágót. Illetve Louis már megtette. Kamerzsóba. Aha. Hát reggel még ott voltunk azoknál a szikláknál. De távolban most látszanak. Már egy kis szemét halom. Két cipő az út közepén. Keresi Trehány gazdáját. Irányjelző az minek. Jó, hát kicsit hazudtam, mert még ott a teteje, annál a háznál. De vissza lehet nézni. Tényleg ott buktunk át. Biztos vagyok benne. Na hát, ahogy szoktuk, mászás után jöhet a guri. És most úgy néz ki, hogy talán annyira nem is kell fékezni. Ja. It's harder than the high mountains. For me. It's the
difficult, always up and down. Like, yes, and because the hot. Now we got good road. Wind is pushing. There was better climate. Hamarosan egy olyan helyre érünk, nem a Jobbe, ami szerintem benne van az öt legérdekesebben Grúziában. Még nem beszéltem nektek róla, de hát lássuk. A bevezetője nem rossz. Gurulással kezdődik. És jól látható, hogy karsztus a vidék. Gyere velem szembe pontosan, majom. Nem elég széles az út? Vélem egy kamion jött vele szembe. Meg is van. Ehhez egy kis kitérőt kell tenni a Csiátúrai útról, de megéri. Azért ehhez még megint mászni kellett egy jót, és még nincs vége. Feszkő pillár. Végén meg kell nyomni egy 30 sok fokos melegben. Már hogy ehhez a látványossághoz. Mert aztán még egy 10 kilométer Csiátúra. Oda! Nézzetek! A Kácki oszlop tetején. A kis monostor. Azt a rohadt fejre ne álljak! Ész megáll! Ezen hogy jövök föl visszafelé? És ráz a rohadt metonja! Bárhogy is említettem, vagy fogom említeni még a filmben, helyesen Kácki a falu neve, mely a 40 méteres mészkőoszlopra épített monostoráról lett híres az Imereti régióban. A legendák övezte helyen 150 négyzetméteres épület áll, 2009-től felújítva, ami a 9. vagy a 10. században létesült eredetileg. Egy leírás szerint másfél kilométeres lánc volt kifeszítve valamikor a falu templomát összekötve a szikla tetejével. Odafent a Maximus gyóntatónak szentelt templom, három remetelap, kripta és borospince helyezkedik el, ahol 8 bortartót, azaz kvevrit is találtak a kutatók annak idején. A torony tövében Szimeon aszkétának szentelt templom, egy régi fal és harangláb áll. 1995 óta újra vallási tevékenység indult odafent, ám azóta a világi látogatókat kizárták. A vaslétrán egyébként is csak férfiak mehettek fel. Az alsó templom most is szabadon látogatható mindenkinek. Gyalogosan
inkább egy fenti sétányt ajánlanék a mi útunk helyett a külső parkoló irányából, mert látványos panorámával lehet érkezni és távozni. Hogy miért van egy ilyen bádogváros előtte, alatta, mennyivel jobban néz neki enélkül. Na vagy Zsöve, Papp bácsival együtt jöttem ki a kapun. Szerintem nem ő lakik fönn a csúcson. Mellette még áll ugye az a monostor. Hát a nagy szenvedést, a legbrutálisabb emelkedőn feltolást nem vettem fel. Innen már merem rögzíteni. Visszamegyünk természetesen a főútra, és onnan még egy 10-es csiatúra. Nem tudom, hogy ma nézünk-e várost, vagy holnap. Szerintem lehet, hogy ma nem kéne, ma már vasárnap van, és este felé nem biztos, hogy 100%-osan látogatható minden, ami érdekes. Kerestem kempinget, kempinghelyet, és 20 kilométerre beadta nekem azt a helyet, ahol az éjszaka megszálltunk, mert hogy légvonalban csak 20 kilométerre vagyunk tőle. Közben már mit összekínlottunk, de én biztosan. Meg mi minden történt velünk. Ja, és mellékesen, nem mellékesen 62 kilométert jöttünk. Szóval ez az, amikor kacskaringó van, de durvábbat is mondok. Uzsguliból Tbilisibe autóval 5 órás az út. Sakartvelo. Az már ott Csiatúra. És az elmaradhatatlan. Nagyon itt vagyunk. Jelzés. Jamarjoba, hello. Hello. Hi, hi, hi. Louis kicsit lemaradt. Megállt bratyizni, biztos. Jelenzsóba! Oj! De jó, hogy még fekvőrendőrt is raknak az ember elé. A lejtőn. Nem is akármilyet. Köszönhetnek, de a templomnak állnia kell. Szépen, fehéren, makulátlanul. Csiatúra legjellegzetesebb tárgya, amiről
ma is híres, és amit én már emlegettem, az ott a busznak a helyettesítője. Ugyanis a ház dolgozói nem busszal vagy autóval mentek a bányába dolgozni, hanem egy ilyen felvonóval. Azt hallottuk, hogy ebből csak az új működik, a régieket leállították. Miközben tényleg totál otvarosan a közelmúltig 17 is üzemelt a városban ilyenből. Még biztos, hogy látunk a mai napon is belőlük. És akkor egy ilyen posztálinista országnak a posztálinista iparvárosa, bányavárosa felülnézetből. Ez volna. Nem építészeti remekeket és hagyományos grúz épületeket jöttünk ide nézni. Javadzsobá! Itt is van egy kötélpálya. Ez komolyabbnak látszik. Felettünk, most megyünk át alatta. De erre felé étterem is előfordulhat. És nekem most jól jönne valami. Van ott belül normálisan megcsinált lakás is. Imereti Chiatura nevű városának legmélyebb felszíni pontjáig ereszkedtünk. Innen nyíltak a szovjet időszak világszinten is legnagyobb mangánbányái, még a fenti karéban a lakóépületek álltak, illetve állnak ma is. Az emberek drótköteles kabinokkal szálltak alá munkába menet. 1870 óta fejtették az ércet. Az aranykorban 4000 bányászt is alkalmaztak. A bányászat ma is folyamatos, csak kisebb volumenben megy a termelés és az érc feldolgozása. Do you like it? What do you think? Az egykor 30 ezres sztálin barokk várost ma 13 ezeren sem lakják. Ez az a bizonyos új felvonó, ami szállít embereket. És ez egy állomás itt, aminél megálltunk. Brutális oszlopokon áll. És itt is indul egy. Mennek itt, mint az őrültek, csak azt a retro cuccot nem lehet megnézni, és a háttérben meg lejött a másik. Akkor ezek már meg vannak csinálva. Tök újra, hopp, és érkezik az N2-es. A hotel a Bookingon is fönn van, foglalható. Kettőnkre 72 larit kérnének, ami nekünk megfelelne. Érdekes környezetben. Nini! Ott is ki van akasztva egy kabin. Szóval a Newland Hotel lett. Ide tesszük majd a bringákat. A fürdőszoba szerintem húzta. Annyi csak, hogy érezni, hogy ideben cigiztek. De lesz hely a töltögetésnek is. És van hely a kajának az én hasamban. Jöttünk 74,2 kilométert és 1558 métert emeltünk.
reggel még nem nézett ki ilyen durvának. De megcsináltuk. Fejenként 35 lárit fizetünk a szobáért. Szerintem teljesen korrekt. Saját fürdőszobánk van. Törőköző is jár. A ágyra volt szépen tekerve. Nekem még ott van. Hát annyi, hogy itt lehet, hogy egy kicsit nagy a forgalom, amíg ellen csendesülnek a csiatúraiak. De nem számít, aludni fogok, mint állat. Két sátoros éjszaka után biztos jól fog esni. Zuhanyzás után külön indultunk felfedezni a várost. Én kamera nélkül egy jó sörre és életem első hinkaliára sétáltam át a tóban. Az 5 darab fűszeres húsos tésztabattyú és az üvegsör összesen 1000 forintba került. Desszertet nem tudtak adni, de ettől nem szontyolottam el túlságosan. Fáradtan visszabotorkáltam a hotelbe, és gyorsan bealudtam a vetett ágyban. Louis-val összefogva két bányászvárost kötöttünk össze ezen a forró napon. Tkibuli felett még a felszálló párából szárítani kellett a felszerelést. A Serpentin alján széles úton érkeztünk a szénvárosba. Pékboltot és Spárt látogattunk, egy közeli parkban reggeliztünk. Rövidebb, de mászósabb utat terveztem ahhoz képest, ami a főúton várt volna minket. Az eddigi legmelegebb napomon árnyékba kellett húzódnunk, Louis elvesztése és meglelése után. Ott kaptunk egy meghívást Levant bácsihoz, de végül nem értünk hozzá el. Friss kerti finomságokból és a második legrosszabb grúz borból kaptunk kívánságunk szerint. Egy kevés csalinkát követően a főúton folytattuk a túrát. Kacinál a mészkőoszlop tetejére épített monostorhoz kanyarodtunk. Eddig ilyet még túratársam sem látott. Erről is meséltem neki előző nap, mikor eldöntötte, hogy velem tart egy hosszabb szakaszon. Innen már csak egy ugrás volt a mangánértre települt posztszovjet iparváros, Csiatura. Noha már hírét vettem a leállításoknak, csalódottan tekergettem fejem az öreg, drótkötélen hintázó kabinok felé. A várost kettészelő folyó partjairól a megújulás alatt álló vonalakon 21. századi mérnöki csodák váltották fel a húzatos lemezkalitkákat. A Quirinál átívelő hidak közül az egyik mellett választottunk szállást magunknak. Noha légvonalban csak 20 kilométerrel arrébb jutottunk, 74-et tekertünk, közben begyújtre 1558 méter szintet. Szia! Hát te mit nézel? Úgy értem azután, hogy ennek a videónak vége. Na figyelj, maradjon köztünk. Most én tudom neked ezt ajánlani. Vagy itt van ez, hogyha még nem láttad. De ennek egészen biztosan örülni fogsz. És hogy a következő feltöltéseimről nem maradj le, itt fel is iratkozhatsz a csatornámra.